A hetedik helyen állt a szezon lezárásakor az NV2 északkeleti csoportjában a nyírbátori férfi kézilabda csapat. A Csapos János által irányított együttes a téli szünetben is ezt a pozíciót foglalt el, tavasszal viszont szerettek volna a dobogóra kerülni a bátoriak. Végül azonban csak 4 meccset játszhattak le Szűcs Balázsék. Megkezdődött a tavaszi sorozat, mindjárt egy nagy pofonba szaladtunk bele. Az első mérkőzésen Hajdúböszörményben sajnos egy gólos vereséget szenvedett a csapat. A második fordulóban parádés játékkal 10 gólos győzelmet arattunk a Füzesabony ellen. Aztán a harmadik fordulóban, ami minden csapatnak nagyon nehéz, és az egy kiváló teljesítmény, hajdunánási oroszlán barlangból is, hogy így mondjam, sikerült elhozni a 2 pontot, ami igazán szép teljesítmény volt, és ez reményt adhatott a negyedik fordulóban a Deac elleni felkészülésünkhöz. A Deac ellen különösebben, ugye, aki torony magasan vezette a csoportban a bajnokságot, olyan elvárás volt, hogy mindenki hozza ki magából a maximális tudást, és majd az eredmény alakul, ahogy alakul. Hát ez ment is a második félidő 10. percig, mert fej-fej mellett haladt a 2 csapat. Aztán akkor nem részletezem a körülményeket, de az utolsó 20 percre sajnos beleszaladtunk egy 9 gólos vereségbe. Nyírbátorban a felnőtt csapat mellett kiemelt figyelmet fordítanak az utánpótlás bázis bővítésére is. Nagy esélyünk volt a bajnoki cím megszerzésére ifjúsági vonalon. Sajnos az ismert körülmények között ez sem következhetett be. Aztán tovább építettük, sikerült előrelépnie a serdülő csapatunknak, az U15-ös csapatunknak, az U12-es csapatunknak. Elkezdték a bajnokságot az U9-es, az U10-es kis csapataink is, és számunkra ez nagyon fontos volt, hogy ezeket a gyerekeket minél nagyobb számba vonjuk be a klub munkájába. Ez sikerült is, edzőink odaadóan dolgoztak a gyerekekkel, sajnos nem mehetett végig a tavaszi szezon. Mint Petneházi Zsolt elmondta, a felnőtt csapat játékosai jelezték, hogy a következő szezonban is Nyírbátorban szeretnének játszani, így amit lehetséges lesz, változatlan kerettel kezdi majd el a felkészülést a csapat.